Az otthoni virágok kiszáradása ellen az öntözésen kívül hogyan védhetjük meg őket? Hát nem egyszerű feladat. Ez igazából akkor lenne hiteles, hogyha itt nálunk minden szép, rendezett és egészséges lenne, de majd mutatok képeket, ez nálunk sem így van, hiszen nagyon nehéz védekezni a forróság ellen. Elsősorban azt tudom javasolni, hogy azokat a növényeket, amiket közvetlenül ablak mellett tartunk, hiszen a legtöbb növény ugye a világosban ablak mellett szeret lenni, azokat most egy kicsit rakjuk beljebb. Hiszen hogyha nagyon tűzi a nap, az üveg fölmelegíti ugye ezeket a napsugarakat, még jobban megég, a virág is hamar tönkre mehet, illetve a levelek is sérülnek, megégnek, sárgás foltok képződnek. Ezeket utána sajnos le kell vágnunk, el kell távolítanunk a virágról. Ugye a locsoláson kívül más igazából talán a tápoldatozás, amit tehetünk még a növényeink érdekében ilyenkor nyáron, főleg azokért a virágokért, amiket ilyenkor kirakunk a szabadba, hiszen ilyenkor nagyon sok szobanövény van, aminek a legjobb ilyenkor, hogyha kirakjuk egy védettebb teraszra, egy árnyékosabb fa alá, ott fejlődnek igazán szépen a szobanövényeink is, úgyhogy bátran kivelük, de... Mindenképpen fontos, hogy tűzőnapra ne tegyük őket, hiszen hogyha egy 20-25 fokos lakásból kitesszük mindjárt a 40 fokra, az biztos halál. Tehát azért erre figyelni kell egy szép árnyékos teraszra, ahol húzat sem éri, hiszen a legtöbb szobanövényünk a húzatra is nagyon érzékeny. A locsolásra kell ilyenkor még nagyon figyelnünk. Amik kinti virágok, tehát amiket kitettünk, muskátlik, begóniák, leánderek, sorolhatnánk nagyon sok kinti virágot. Fontos azokat is reggel és este is, főleg ebben a nagy forróságban, ami mostanában van, reggel és este is locsolni. Viszont arra is kell nagyon figyelnünk, hogy ne álljon meg alatta a víz. Ugyanis, hogyha megáll a cserepünk alatt a tálcában a víz, az bizony gyökérrothadáshoz és különböző gombabetegségekhez is vezethet, majd ezekről is kicsit később beszélünk még. Beszélgessünk egy kicsit a kiszáradásról. Milyen jelei lehetnek, illetve ha már bekövetkezett, megmenthető valahogy? Hát milyen jelei lehetnek? Összeomlik a virágunk, ez nagyon világos, szerintem mindenki számára egyértelmű, hogyha egy virág, megtapogatjuk a földet, száraz, összeomlott a virág, nagy valószínűség szerint szomjas. Megöntözzük, ugye ez az első. Adhatunk neki tápoldatot. És itt is el kell mondanom, hogy ne álljon meg alatta. Pár percig állhat, amíg a gyökérzet felveszi a vizet, utána le kell önteni a felesleges vizet. Főleg akkor, hogyha még az kint is van, át is melegszik, felforrosodik a víz, tehát tönkre teheti a növényt. Szerencsére ezek a szobanövények, ezek elég szívósak. Inkább mondjuk a kint tartott növényekről mondanám ezt. Tehát megöntözöd, egy-két órán belül nagyon szépen feláll, sérülés vagy károsodás nélkül, viszont vannak azért olyan növények, amiket, hogyha gyakran hagyunk kiszáradni csontig, akkor bizony az előbb-utóbb látható jelei lesznek, és nem fog úgy fejlődni, illetve elhalnak a levelek. A nyári kánikulában milyen gombák és kártevők veszélyeztethetik a virágainkat, és azokat hogyan menthetjük meg? Hát nagyon sok kártevő van. Évről évre egyre több a kártevő. Különösen akkor, amikor egy csapadékosabb időszak van, ezek után a tetvek, levéltetvek, pajzstetvek, atkák, ezek mind támadásba indulnak. Nagyon szeretik a kinti növényeket, főleg a pajzstető ellen a legnehezebb védekezni. A levéltetvet azt nagyjából mindenki ismeri. Arra egy egyszerű permetezés, lemosó permetezés, vagy roverölő permetszer megfelelő lehet kapni gazdaboltokban, direkt növényekre is. A pajzstető az egy nehezebb feladat. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha egy növény megtetvesedik, vagy látjuk rajta, mindig a levél fonáki részét kell megnézni, és ott felfedezzük a pajzstetőt, akkor egy szappanos, egy laza szappanos lemosással, mondjuk, hogyha nagyon sok levele van, akkor időigényes, de egy szappanos lemosás, az a legelső feladat. Ezután következik a permetezés. Direkt pajzstető ellen lehet kapni különböző szereket. Hogyha a permetezés sem hoz sikert, akkor viszont táprudat is választhatunk. Lehet külön olyan táprudat kapni, amiben benne van a hatóanyag. Így a gyökéren keresztül szívódik fel, és akkor így garantáltabb a siker. Egy kicsit térjünk rá az átültetésre. Mikor érdemes átültetni a növényeket? Hát semmiféleképpen nem tél előtt, hiszen akkor a pihenő időszakai vannak a növényeknek. Általában tavasszal szoktuk javasolni.
De mindenképpen akkor, amikor észreveszünk, hogy egy növény már nem fejlődik kellőképpen. Hogyha locsolod, tápoldatozod, és mégsem indul meg szépen, nem látsz rajta szép zöld hajtásokat, akkor valami gond lehet. A legegyszerűbb akkor arról úgy megbizonyosodni, hogy kiemeled a cseréből. Hogyha szépen gyökérrel bevonta a föld, és láthatók a gyökerek, akkor bizony az lehet, hogy kinőtte a cserepet. Egy 2-3 centivel szélesebb vagy nagyobb cserépbe érdemes átültetni, de ott is vigyáznunk kell, hogy semmiféleképpen nem sok számmal nagyobb, mert akkor csak a gyökerét kezdi el növeszteni, fejleszteni. Locsolásnál még mire figyeljünk oda? Mindig egy nagy kérdés, hogy alulról vagy felülről locsoljuk a növényeket. Hát van, amelyik növény elviseli, ha felülről öntözzük, viszont ott tapasztaltnak kell lenni. Jól meg kell tudni határozni, hogy mennyit öntsünk a növényre. Azt az előbb elmondtam, hogy semmiféleképpen ne pangjon ugye a tálcában alatta a víz. Viszont vannak olyan növények, mint a begóniák, a fogföldi ibolyák, amik nem viselik el egyszerűen, hogyha a levelükre vagy a tövükre megy a víz. Ezeket mindenképpen alulról kell locsolni.